bablevest fogok készíteni, ami ugyanolyan ízű, mint ahogy önök ismerik, a kinézete is ugyanolyan, ellenben könnyített. Nem lesz benne szénhidrát, kevesebb kalória, úgyhogy szalonnával kezdem. Tudom, most mindenki fölrögül, de egy ilyen szeret, amiből én most kettőt várok, az másfél-két deka. Tessék végig gondolni, hogy négy főre készül ez a leves, és kerül benne 3 deka szalonna. Azért az igazán vállalható mennyiség azért, hogy finom legyen. Na, teszek hozzá egy kis zsinadékot, megfűrődik a szalonna, megy hozzá hagyma. Összekockáltam a zöldségeket. A gyökér zöldségekről azt érdemes tudni, hogy kevés szénhidrát van bennük, viszont rengeteg finom hasznos tápanyag, és az a szénhidrát is, ami benne van, az viszont lassan felszívódott, tehát jó a glikémiás indexe. És akkor most hozzáadom a babot. Ugye a fejtett bab az egy könnyedebb, textúrájú, könnyedebb állagú bab. Teszek bele egy kis paradicsomot, teszek hozzá egy kis paprikát is. Jöhet a fokhagyma, a babnak a fokhagyma édes testvére. Én összenyomom, már kicsit össze egy csomagot, és majd szépen szétszó a levesen. Most jön, hogy megsózom. Aki szereti, tehet a borsot is, keverek hozzá egy kis vágott zellet, majdnem minden benne van, most kellene beletennem a krumplit. De krumplit nem teszek bele, mert krumplit nagyon jól kiváltja az ellet gumó, ami szintén nagyon finom a bablevesben. Megvan az optikai élmény, higgyék el, hogy ez így az ugyanolyan, mint hogyha rántanák, krumplival készítenék. Nem csipetkét fogok beletenni, hanem áthagyagyok. Az viszont, hogy megpuhuljon, most kell hozzátennem. Megszórom egy kis piros paprikával, fölöntöm vízzel. Ilyen jó sűrű, rövid lőre puhára főzöm, és kész is lesz. Megmértem, 54 percet főtt a leves. Ha így megnézik, nézzék meg. Senki nem mondja meg, hogy az árfagyőt és nem csipetke. Yeah. Senki nem mondja meg, hogy az ellen kocka nem krumpli, csak sokkal kevesebb szénhidrát van az ételben. Kevés alapanyag, a türelem, viszont jó alapanyag, és hát ki hogy szereti, én például mi. Jó kanál tej föl a tetejére, de csak az egyikre, mert hát van a másikat, egy tejérzékeny, kedves néző eszélytől. Egyenek mindig jót érvezik az ízeket.